Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselő uram. Kérdésében helyesen fogalmaz, amikor eszközként és nem végcélként fogalmazza meg az államosítást. Az egészségügyi problémák kezelésének ez az egyik lehetséges módja. Én kénytelen vagyok idézni, gondolkodtam azon, hogy mit is mondhatok erre a vissza a szocializmusba, és gondoltam, hogy a vissza a jövőbe az nem biztos jó, az poénosan hangzik, de itt egy galaktikát találtam az asztalon, hogy olvassa a jövőbe. Tehát én azt tanácsolnám, képviselő úr, hogy azt kéne nézni, hogy ez az államosítás mire ad nekünk lehetőséget.